Szent István magyar király és a hozzá köthető államalapítás ünnepén a vámbéri téri Szent György plébánia templomban tartottak ünnepi szentmisét. A szokásoknak megfelelően megtörtént az új kenyér megáldása. Az egyház arra kérte a híveket, hogy aki tud, hozzon saját házi sült kenyeret, mivel ezeket szintén megáldják és megszentelik. A szentbeszédben természetesen Szent Istvánról is szó esett, mégpedig elsősorban tevékenységének egyházi vonatkozásairól. A Szent Királyra emlékezünk, aki rávezetett bennünket, magyarokat arra az útra, amelyen azóta is járunk, ez a Krisztusi út. 1000 éve járjuk ezt az utat. Nemzetek, népek tűntek el, újak jelentek meg az idő során, az európai történelemben. Mi magyarok azonban itt voltunk, itt vagyunk, és Istenben bízunk és kapaszkodunk, ezért itt leszünk. István király ünnepének, örvendezzünk keresztények! Isten adta e napot, fel a szívvel magyarok, szent királyunk, árva néped hódolattal jő elébed. Légy velünk, országodról elneved a te áldott jobb kezed. A mai napon első nagykirályunkra emlékezünk, és tiszteletünket fejezzük ki élete és munkássága előtt, hiszen van miért hálát adnunk, van mit megköszönni a nagy királynak. Nem veszhet el Szent István király népe, hogy ne így legyen, tennünk kell mindannyiunknak, nekünk is, akik itt vagyunk, és azoknak is, akik otthonaikban vagy munkahelyükön vannak. Államalapító Szent István királyunk ünnepén azt kívánunk, hogy legyünk büszkék magyar nemzetiségünkre, nem megsértve vagy lebecsülve más nemzeteket. Tudjunk és akarjunk tenni közösségünkért, merjük vállalni magyarságunkat, hitünket, hogy még 100 és 100 év múlva is hangozhassék a templomainkban, tereinken, az utcáinkon, a stadionban, Isten áld meg a magyart! Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van itt bérc, mely tekintetet vész a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúl. Én már 1023 esztendeje annak, hogy első királyunk Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült európai népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. És ez biztosította a fennmaradásunkat évszázadokon át, és határozta meg a mi szerepünket itt Európában. A kereszténységért, Európa szellemiségéért, az európai kultúráért kevés nép tett annyit, mint a magyar. Senki nem magyarázon Európában sületlenségeket, hogy éppen mi távolodtunk el Európától és az európai értékektől. Sőt, ma mi magyarok, mi vagyunk az erős vár Európában. Az a vár, amelynek fontos a kereszténység, a keresztény értékek megmentése. Szent István ünnepe és a Szent Korona a magyarság összetartozását is szimbolizálja. A nemzet összetartozása, hál' Istennek elmondhatjuk, nem csupán egy szimbólum, nem egy álom, nem egy fikció, nem egy rózsaszín köd, a nemzeti összetartozás az mára már maga a valóság. Magyarnak lenni és magyarnak megmaradni az egy küldetés. Számíthatunk-e ebben az ügyben Európára, vagy a szomszédos nemzetekre? Csak magunkra számíthatunk. Magyar parlamenti képviselet, magyar érdekképviselet nélkül nincs hosszú távú megmaradás. Szeptember 30-án előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában. És a Szlovákiában élő közel 8% magyar számára nem elérhetetlen az 5%-os küszöb elérése. Ha most nem sikerül, akkor majd egyszer számot kell adni az elszalasztott lehetőségekről, a bűnökről, a nemzetárulásról. Hagy Uram Isten, dús aranykalász, hozzon az új nyár gazdag aratást. Kapjon esőt a határ, virágot a rél, szengjen újra a madár, mint valaha rél.
Isten, terjünk seg jövőt, armatos rónán, gazdag legelőt, legyen boldog a szívünk, mint valahárék. És legyen kék felettő a nagy vár.